Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk Baranya és Tolna megye színes sportéletét a csapatsportoktól az egyéni sportágakig, az utánpótlástól az öreg fiúkig, a versenysporttól a szabadidősportig. Tartsanak velünk, érdemes lesz! Csak úgy, mint tavaly, a Montpellier ellen most is nyerni tudott az atomerőmű KSC Szekszárd egy másik francia élcsapat, nevezetesen a Villeneuve ellen, az Euróliga selejtezőjének első mérkőzésén. A 3 pont soványka előny a franciaországi visszavágó előtt, ám a szekszárdi csapat második és harmadik negyedben mutatott nagyszerű és ponterős játéka alapján lehet reménykedni egy újabb bravúros győzelemben. Bármi is lesz a párharc vége, esetleg 3 pontnál többel veszít a Szekszárd a franciaországi visszavágón Lille-ben, és ugyanúgy az Európa kupában folytathatja nemzetközi szereplését az idén, mint tavaly. Ez az első idei Euroliga selejtező ugyanúgy megmarad nem csak a krónikákban, hanem a hosszabb távú szurkolói emlékezetekben is, mint a tavalyi, a szintén francia Montpellier elleni Euroligás selejtező szekszárdi mérkőzése, amit 1 ponttal nyert meg az atomerőmű KSC Szekszárd, és többel kapott ki sajnos a visszavágón. Mert hogy most is a Lille ellen játékban abszolút megfelelt a 71-68-ra megnyert magas színvonalú mérkőzésen az Euroligás követelményeknek Zsejko Gyokic csapata, amely 13 pontos hátrányból 17 pontos előnyt kovácsolt a harmadik negyedbe, amiből a legvégére, amikor a francia csapat megmutatta igazi erejét, megmaradt 3. Játszottunk egy Euroliga csapat ellen, ez a Villeneuve játszik már évek keresztül Euroligában, és mutatunk, hogy tudunk velünk játszani, azt jelenti, mutatunk, hogy talán van helyünk. 3 francia magas ember közül 2 sikerült hosszú távon kikapcsolni. Ha igen, ez utolsó negyedben, mikor dobtok nagyon sok pont, majdnem 30, amit nem volt jó, ott játszottuk 3 magas emberrel, és sajnos ott rosszul reagáltunk, ott játszott, Villeneuve játszott egy match-up zónát, de ez, hogy mondom, sajnos normális, mert nagyon korai fázis az egésznek. A vezetőedző arra utalt, hogy az ellenfél, a Villeneuve már régebb óta játékban van, a kulcsemberek értik, érzik egymást, míg az eféle finom hangolás náluk éppen most van folyamatban. Sajnos vannak olyan hullámok játékban, amit persze sajnálom, hogy most kell játszani ez a selejtező, de ilyen összességben nagyon boldog vagyok, büszke vagyok. Mert McCall, az új irányító Elderbrink Jovanovic mellett nagyszerűen játszott a magyarok közül Teodorán Alexandra, Gereben Lívia, Studer Ági is olykor. Kellemes meglepetés volt egyébként az eddig kevés játék lehetőséghez jutó Kisvirág belépése, amikor McCall kellett pár perccel helyettesítenie a palánk alatt, és remekül védekezett, lepattanózott, majd egy nagyszerű duplával járult hozzá a fiatal tehetség a bravúros továbbjutást éltető győzelemhez. Én csak reménykedtem benne, hogy Zsejko fel fog küldeni, de amikor a nevemet mondta, akkor tudtam, hogy mindent meg kell tennem, és minden, amit ő kér, azt teljesítenem kell ahhoz, hogy tovább a pályán tartson, és a csapatot segíteni tudjam a nagyobb különbséghez. Az ilyen pillanatokért van bennünk mindig az, hogy megéri csinálni, és megéri minden nap felkelni, edzeni, menni, és nyerni. Nagyon nehéz volt visszajönni abból a nagyobb hátrányból, de csapatként ezt megcsináltuk, és szerintem, hogyha még egy kicsit jobban védekezünk, és jobban ez a figyelünk a dolgokra, akkor biztos, hogy nyerni fogunk kint. Csak múltbéli érdekességként említjük, hogy a szekszárdi tréner Gyokic Zsejko már meccselt és nyert is a Lille csarnokában, igaz még a pécsi Peac edzőjeként. A szó igazi és átvitt értelmében is a legszínesebb csapat, a Tolna megyei első osztályú labdarúgó bajnokságot vezető Tamási. Mind a 3 csapat részben ugyanis megtalálható egy-egy afrikai származású játékos, akik gyorsaságukkal és ezzel párosuló technikai képzettségükkel fontos szerepet játszanak csapatuk sikeres szereplésében. Persze a Tamási magyar gerince is egyre stabilabb, a csapatjátékban is sokat fejlődött az együttes, és már a bajnoki cím megszerzésében is esélyessé váltak. Már több hete megelőzi a bajnoki címre legesélyesebbnek tartott Tolnát, és a Bonyhádot is a Tamási. Élre álltak ugyanis a Tamási sárga kékek,
és listavezető pozíciójukat a hétvégi forduló után is megőrizték a Tolna megyei első osztályú bajnokságban, miután egy gólgazdag mérkőzésen szedlesen tudtak nyerni ezúttal 4-2-re. A frontember a pályáról és a kispadról is dirigáló játékos edző, gólkirály jelölt Haruna Jame most is 2 gólt vágott, noha a második félidő közepén kisebb sérülés miatt lecserélte saját magát. Sokat dinamikus vagyunk. Idén. Úgy néz ki, a magyar játékos is fölvették ezt az egyérintőt, gyors, mélységi passzokat. Igen, így van a edzését. Haruna, mint a csapat játékos edzője centere, fontosnak tartja, hogy a téli hosszú szünetet is hasznosan, játékkal, erőllétet fejlesztő módon töltsék. Ez az alapja annak, hogy ne kerüljenek hátrányba az üldözőkkel szembe. A tavaly az volt a baj, sok volt a íze, ez a felkészülés. Majdnem 3 hónap volt, de mire kezdődik a szezon, aztán fáradt volt. Haruna Magyarországra érkezésekor olyan NB1-es, NB2-es csapatoknál is volt próbajátékon, mint a Budapesti Honvéd, a Lombard Pápa és Somogyban a Kaposvári Rákócinál. Nem tudott a jelekből ítélve megragadni, de munkál benne még játékosként is bizonyítási vágy. Mindenképpen felszerít meg ütni, aztán meglátjuk, mi lesz. A másik magas afrikai a védelem közepén játszik, az apró termető Ato a 3. Tamási légiós pedig elől. Persze a magyarok teljesítménye fokozatos fejlődése nélkül csak az afrikaiakkal, aligha válhatott volna bajnok esélyessé a Tamási. Hogy csináljuk nyugodtan, gyűjtögetjük a pontokat, és fél évben legyünk olyan közelbe, tűzközelbe, hogy a következő fél szezonra igazából számoljanak velünk. Mindenképp kell még igazolnunk, hogy a kispadon is meglé az 5-6 olyan játékos, aki ugyanazt a szintet meg tudja ütni, mint aki a pályán van. Tehát ez a fontos, hogy ebbe kell még fejlődni, 2-3 játékos kell igazolnunk, és igazából azt szokták mondani, akkor egy csapat, a csapat, amikor a kispadon is olyan játékosok vannak. Ha nem jobbak. 3 edzés van, amin kötelező ott lenni, de ezek is inkább játékosok, megpróbálunk frissek maradni, nem akarjuk túlterhelni így munka mellett a társaságot, mert igazából a Haruna is abban látja a kulcsot, hogy maradjunk mindig frissek. Tehát ne legyünk túlterve egy kicsit se, hogy élvezzük a játékot. A játékos edző úgy látja, ahhoz, hogy a végén is ott legyenek az élen, 2 poszton még el kéne bizony már télen az erősítés. A védelem meg a támadó középpályás. Hát mindenképp meg kell szerezni. Az a jó, hogy jó a hangulat, érted? Hát így nagyon jó megy nekünk. Haruna a Bonyhádot tartja a legnagyobb riválisnak. Hamarosan, október végén egymás ellen játszik a megye egy csúcsrangadóján a 2 csapat. Több fontos országos utánpótlás bajnokság zajlik az elkövetkezendő hetekben a Cselgán sportban, melyek mindenképpen jelentős hatással bírnak egy-egy szakosztály életében az egész éves produktumra, a szakosztályok közötti rangsorra. Így van ez az újabb generációs szekszárdi judókáknál is, akik közül többen is felettébb biztatóan szerepeltek az eddigi fontosnak számító versenyeken. A főpróbát Kecskeméten tartották a szepesi tanítványok, a Honnét egyébként májusban elhódították az összetetben az utánpótlás korúak számára kiírt országos Mercedes kupát. Most nem az eredmények voltak a legfontosabbak Hírosváros tatamián, hanem a mély vízben való úszni tudás tesztelése, vagyis a még 11-12-13 éves gemencesek mire mennek a nagyobbak, a 2-3 évvel idősebbek már a serdülők ellen. Szepesi József nem az elmaradt jó eredmények miatt kritizálta az induló 5-ösből 3 versenyzőjét, hanem a hozzáállás a könnyed megadás miatt. Be tudunk bújni az mögé, hogy 2 évvel idősebbek, 3 évvel idősebbek a nagy serdülők, tehát az úgynevezett serdülő korosztály, de akkor is úgy kell odaállni, hogy nyerni szeretnék. Na most a Ákoson kívül még talán a Hilbert Józsi lehetett észrevenni azt, hogy ő nem úgy megy fel, hogy megadja magát és feltett kézzel. Ő nyert is egy meccset, de én úgy gondolom a régi korosztály, Tács Balázs, Máté Csáreszféle brigádhoz képest nagyon-nagyon el vagyunk maradva. Nem is a képességekben, hanem a hozzáállásban, amin még változtathatnak a srácok. Sárosdi Ákos viszont most is az idősebbek ellen is igazolta, ha a tudás kellő szorgalommal párosul, az eredmény sem marad el. Az eddig lezajlott diákolimpiáról és az országos bajnokságok egyikéről ezüstérmesként tért haza.
Hol a csíny? Oda nézz, hol a csíny van. Oda nézz, én nekitom, hogy pedig még a teher van. Stim? A testdobások egyikének gyakorlása volt ezen az edzésen a feladat. Szepesi Dávid edző éppen a kis sárosdival mutatja meg a helyes mozdulatsort. Szerintem most nagyot fejlődtem. Aha. Több dobásodban vagy jobban kivitelezed azokat, amit tudsz? Jobban kivitelezem, meg több dobásom is van. A technikai repertoár bővülésével az úgynevezett kaszáló csípődobást is biztosan beveti a srác. A hűnóhajtott nagy siker a Diák A országos bajnoki cím megszerzésért. A Diák A korosztályban mindenféleképpen dobóra várom Sáros Diákos, sőt, meg lennék egy kicsit fogva, hogyha nem is nem döntözzene legalább. A Hilbert Józsi az a tehetség alapján nagyon-nagyon ott van az első kettőben. Hát ott a pillanatnyi forma fog eldönteni, meg a sorsolás, hogy most ezzel a másikkal, akivel ők ketten uralják a 66 kilót, hogy előzetesen találkoznak vagy a döntőbe. Hát mindenféleképpen tőlük, hát két embertől érmet várok. Helyezésben én úgy gondolom, hogyha oda pakolják magukat és a tudásuk legjavát hozzák, akkor a Metzger Botond, a Sándor Máté. Mivel a Gemeny Zsúdó ese létszámban, mennyiségi értelemben is már megvan, elképzelhető, hogy csupa Diák A-s versenyzők felvonultatásával újra ott lesz az idei serdülő országos csapatbajnokságon a klub. 4 éve alakult meg a Paksi Darts Klub, mely ma már egyesületi szinten működik, 2 tucatnyi amatőr taglétszámmal. A Pakson 3. alkalommal megrendezett amatőr Steel Darts bajnokságra mintegy 50 nevezés érkezett az ország több pontjáról. A megmérettetést 3 kategóriában bonyolították le. Megérkezésünkkor már javában röpködtek a nyilak a 3. paksi amatőr Steel Darts bajnokságon Pakson. A férfiak neveztek a legnagyobb létszámmal, így ők már reggel elkezdték a versengést. A nők, gyermekek délután csatlakoztak be. Érkeztek játékosok Nagykanizsáról, Pécsről, Bajáról és Budapestről. A régiót pedig a helyieken kívül Dunapataj, Dunaszentgyörgy és Seregélyes képviselte. Ugye ez a verseny gyakorlatilag a 3. alkalommal megrendezett paksi amatőr steel darts verseny, amely 3 kategóriában került kiírásra. Férfi kategória ott 28 nevező nevezett, gyerek kategóriában, illetve női kategóriában most kezdődtek éppen a versenyek, 14 órai kezdettel tekintettel arra, hogy a munkanap és tanítási nap az október 13-a. A gyerek kategóriában összesen 9 ifjú nevezett, míg nők kategóriában 10 neveztek. A lányoknál, illetve a gyerekeknek kicsit könnyítettünk, tehát alapvetően a teljes versenysorozat 501, illetve 301 sima kiszállóval történik. A fiúknál növelt egy kicsit a legszám, a kiesés arányában növekszik a mérkőzések legszáma, és a végén a legjobb 4-ben dupla kiszállóra játsszák a küzdelmeket. Mindhárom kategóriában az első 3 helyezett érmet, kupát és oklevelet kap, és kisebb, apróbb ajándéktárgyakat. Az egyesületünk 2014 óta működik, először mint klub, és 2015 évvége óta mint egyesület. Jelenleg az egyesület tagszáma 24 fő. Az egyesület alapvetően szabadidős és hát nem szép szóval mondva amatőr játékosi szintet biztosít, de az idei évtől nemzeti bajnokságban is indultunk, mint igazolt játékosok, és elég szép eredményt sikerült is elérni. A Dunaszentgyörgyi Nagy Zalán Mártonnak ez volt az első versenye. Mint mondtam, arra kellett figyelnie a legjobban, hogy megfelelő erővel dobja el a nyilakat. Igazából otthon kezdtem el 4 évesen, kaptam egy darts táblát apáiktól karácsonyra, és akkor elkezdtem vele dobálni, és megtetszett. Igazából idén kezdtem el járni. Hát ez az első versenyem, első darts versenyem, és nagyon szeretnék egy jó eredményt elérni benne. Zalánnak végül a képzeletbeli dobogó 3. fokára sikerült felállnia, megelőzte őt a paksi Kovács Botond. Gyermek kategóriában a bajai Valentin Viktor vehette át a győztesnek járó kupát.
Metzger Mária 2016-ban az első városi bajnokság győztese volt. Megpróbált most is az élre törni. 10 indultak a hölgyeknél. Barátok által sikerült velem ismerkednem, többek között a párom is űzi ezt a szép sportot. Igazándiból munkámból kifolyólag nem nagyon van rá időm, energiám, de amikor tehetem, akkor érkezésem van. Otthon a nappaliba fel van szerelve a tábla, és ott is játszunk, hogyha időnk úgy engedi. 2016-ban az első városi versenyt azt sikerült megnyernem, most újra megpróbálkozom vele, bár az első játékom az nem azt mutatja, hogy sikerülni fog. A nőknél a dunaszentgyörgyi Adorján Erika lett az első, míg a férfiaknál a seregélyesi Csonka Ferenc végzett az élen. Papírforma győzelemmel ért véget az 52. meccsek rali. Az abszolút bajnok Hadik András lett, megelőzve Turán Frigyeséket. A baranyaiak nagy kedvence, Ranga Péter pedig az 5. helyre ért oda. Az ORC mezőny legjobbja Matics Mihály volt, a historik versenyt pedig Wirtmann Ferencék nyerték. Az 52. Aquaprofit meccsek rali a péntek délutáni prológgal kezdődött, melyet a historik kategória 46 fős mezőnye kezdett. Közülük a Wirtmann kerekes kettős volt a leggyorsabb. Aztán az ORB-ORC mezőny következett 68 indulóval. Az élen a Turán-Bagaméri páros végzett. Szombaton 8 gyorsaságint bizonyíthattak a ralisok, vasárnap pedig a Magyar Amatőr Rali Bajnokság mezőnyével kiegészülve további 4 szakaszt teljesítettek. Meg vagyunk elégedve, a tegnapi nap nagyon jól sikerült, nagyon sűrű és kemény programot sikerült a rallipilótáknak összeállítani, nem voltak csúszások, a pályák jól meg voltak építve, sportbírók nagyon jól dolgoztak, köszönet mindenkinek, és úgy tűnik, hogy a mai nap is így indult, úgyhogy remélem, hogy az egyik legjobb magyarországi futam lesz a meccsek rally 2018-ban. A pécsi közönség alig várta már Ranga Pétert és navigátorát Holzer Dánielt, akiknek Skoda Fábiája olyan dekorációt kapott, mellyel nagyon hasonlított Péter édesapja Lancsiájára. Ranga László azzal több bajnoki címet is szerzett a 90-es évek elején. Nem úgy alakult, hogy szerettük volna, mert egy rossz futómű beállítással kezdtünk tegnap, ami nem csak lassú volt, hanem veszélyes is, úgyhogy azon alakítottunk. Tegnap már mentünk a második nap, vagy a második felébe jó időket. Most az előző gyorsaságin itt beestünk az erdőbe egy kicsit, úgyhogy az egy kicsit necces helyzet volt, de most már próbálunk javítani itt Torfűn. Az idei meccsek rallin több baranyai versenyző is indult, köztük Zsebe Gábor és László Martin. Szuperül alakult, ugye mi a Rally 2-ben minden évben egy versenyen szoktunk elindulni az ORC-be, ami kétnapos verseny és 180 kilométerből áll. Tehát tegnapi napot viszonylag hibamentesen sikerült abszolválnunk. A mai nap meg jó kezdtünk. Ma vannak azok a pályák, ami gondolom, hogy egy új autóval, egy új navigátorral mondhatom azt, hogy haza, kicsit hazai pályának minősülés felé illeg a mérleg. Tegnap megnyertünk majd egy kivételével minden gyorsaságit a kategóriánkba, vezettünk egy 12 másodperccel, majd a kisfaszali elágazó után egy másfél kilométerre lecsúsztunk az útról, és egy 3 fát kivittünk, úgyhogy mi csak szuperralizunk, így is a kategóriánk 3. helyén állunk, úgyhogy ma még sietünk a napi pontokért, de ez a verseny sajnos. Ez borzasztóan közel áll, mert körülbelül 10 kilométerről vagyunk innen, úgyhogy nagyon ismerem az egészet, itt szeretnénk egy nagyon jó időt menni. A célba végül 42 ORB-ORC autó gördülhetett be. Elsőként a Hadik András Deák Attila vezette Ford Fiesta R5. A pécsi Ranga Péter és navigátora az abszolút 5. helyen végzett, László Martinék pedig a 22. helyen zártak. Az ORC mezőny legjobbja a Matics Mihály Németh Gergely duó volt. A historik versenyt a Wirtmann Ferenc Kerekes József páros nyerte. Szeles, de napos időben rendezték meg a mezei futás első őszi fordulóját. Hétfőn az első és második korcsoportosok mérték össze erejüket Kertvárosban. A diákoknak hosszú évek óta az Árpád Fejedelem iskola körül kell futniuk, nincs ez másképp most sem, az intézmény felújításakor. A táv korcsoportonként és nemenként változik, az iskola körtől a 3 FEMA körig futnak a gyerekek.
A legkisebbek futamával kezdődött mezei futásban az idei diákolimpiai küzdelem. Nekik ugyan még nem rendeznek országos felmenetelű bajnokságot, ilyenkor mégis összemérik tudásukat a pécsi és Pécs környéki intézmények legfiatalabb tanulói is. A mezei futás az egyik legnépszerűbb verseny az iskolák körében. Az őszi pontszerző után tavasszal a nagyobbak már az országos döntőig is eljuthatnak. Nagyon ügyesek, tényleg minden elismerés a kollégáknak, a testnevelő tanároknak, akik kiválogatják őket, tényleg maximális erőbedobással küzdenek. Az alacsonyabb korosztály, tehát ugye az a évfolyamokat jelent, őnekik rövidebb távokat kell teljesíteniük, illetve ahogy emelkednek az évfolyamok, ugye a távok is emelkednek. Jól szoktunk szerepelni, ugye csak most mi elköltöztünk ebből az épületből, ideglenesen most más helyen vagyunk, és így egy kicsit nehezebb az ilyen megszervezés a gyerekeknek az idehozatala. Az edzők és a testnevelők szempontjából is fontosak az őszi felmérő versenyek. A cél, hogy egyre több atléta legyen az utánpótlás korosztályokban is. Vagyunk elég sokan, de még lehetne. Az a baj, hogy elszipkázzák a labdás sportok. Tudod, a labdás az mindig érdekesebb a gyereknek, mint a futás. Ezért mi megpróbáljuk a kölyök atlétikában, meg a Sport 21-be mindenféle versenyszámot, tehát az atlétikán belül az ugrás, a futás, a dobás, mindent, amit lehet kipróbáltatni velük, és akkor egy 15-16 éves korukra kialakul az, hogy mi az, amiben tehetséges. Mert egyébként mindegyik tehetséges van, csak meg kell találni. A távkor csoportonként és nemenként változik. Vannak olyan intézmények, ahol a testnevelők nem minden korcsoportban állítanak ki csapatot, sőt, vannak egyéni indulók is, ők már a tavaszi fordulókra készülnek. Egy korcsoporttal érkeztünk, a második korcsoportos fiúkat hoztuk. Úgy gondolkodtunk, hogy nyerni jöttünk, bízom benne, hogy olyan eredmény is született, mert elég jó helyen végeztek a gyerekek. A többieket otthon hagytuk. Hát az első 8-ban lett a 4 gyermek, az 5. az 10-valahányadik, ez talán elég lesz arra, hogy a első 2 helyen végezzünk. Abból kiindulva, hogy tavaly az országos döntőig jutottunk, igaz más gyerekekkel, akik most 5-esek lettek, ugye most kisebbeket, 3.-4-eseket hoztunk, az alapján most kiderül, hogy most hogy végeznek. Tehát előre nem merek akármit is mondani. A végső sorrendben az őszi és tavaszi fordulók összeredménye számít majd. Az alapján juthatnak tovább a csapatok a városi, a megyei, a területi és az országos döntőre. 22. alkalommal rendezték meg az Abay Nemes Oszkár sportuszodában a hullámkupát, melyre ezúttal 13 egyesületből érkeztek sportolók. A PSN ZRT versenyzői közül 48 úszó indult, akik 27 arany, 14 ezüst és 12 bronzérmet szereztek. A 22. hullámkupán összesen 38 versenyszámot bonyolítottak le, ezeken indulhattak parasportolók is. Konkoly Zsófiát 6, Iván Bencét pedig 2 számban nevezte edzője. Hát igazából én nagyon szeretem ezt a versenyt, azért mert a kis csapattársaimmal is úszhatok. Most azért jöttem erre a versenyre, mert ez felkészülésembe pont beleillik. Mindent fogok úszni, úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz a nap végére. Hát igazából szeretnék most arra koncentrálni, hogy mi lesz később, és nem arra, hogy mi volt. Elégedett nem vagyok még mindig, de majd talán jövőre. Hát majd jövő évben lesz a világbajnokság, arra készülünk, még sok időnk van, de el kell kezdeni. Konkoly Zsófia 100 méteres pillangón és 200 méteres gyorsúszásban második lett, 100 háton pedig harmadik. Ezeken kívül még egy negyedik és 2 ötödik helyet szerzett. Iván Bence a 100 méteres mellúszást megnyerte, 200 vegyesen pedig második lett. A hullámkupára hazánkból és külföldről is érkeztek úszók. Úgy érzem, hogy ez a verseny elég fontos számomra, ezáltal meg tudom, hogy milyen volt a felkészülés az idei évben, és remélem, hogy pozitívan fog végződni ez a verseny. Az országos bajnokságra készülünk, majd remélem ott majd sokkal jobban fog sikerülni, mint a tavalyi évben. A PSN ZRT színeiben csak nem 50 úszó állt rajtkőre a versenyen. Kiváló verseny ez a hullámkupa, ugye idomul a felkészülési rendszerünkben, hogy a PSN ZRT 48 gyerek vesz részt ezen a versenyen, és nagyon sok számból indítjuk őket,
beleillik ez a felkészülésünkbe. Nagyon jó egyesületek vesznek részt a versenyen, úgyhogy nagy versenyre számítunk, a végén lesz váltó, ugye itt van a Kaposvár, a régi nagy ellenfelünk, és hát ugye a horvátok is jöttek, úgyhogy bízunk benne, hogy jó verseny lesz. Nagy hagyománya van a pécsi Abay Nemes Oszkár sportuszodában, a hullámkupának. A szintfelmérő versenyen élesben tesztelhették aktuális formájukat az úszók. Ez a 22. hullámkupa, 13 egyesület van, közel 400 rajt, úgyhogy külföldiek is részt vesznek az eseményen, ez nagyon fontos számunkra már régóta. Ez egy ilyen szokásos évkezdő verseny nálunk. Az év kezdő versenyeként tartjuk nyilván ezt a versenyünket, úgyhogy mindenképpen így indul a szezon. A pécsiek remekül szerepeltek, 27 arany, 14 ezüst és 12 bronzérmet szereztek. Ennyi fért bele mai sportműsorunkba, jövő kedden találkozunk ismét, addig is viszontlátásra!